A Rádió Konyhában egy megosztó ételről lesz most szó. Csányi Sándor, a Gulyás Király pedig a vonalban. Szia, sok szeretettel üdvözöllek! Szervusz, Nyilos, és üdvözlöm a Retro Rádió hallgatóik, azokat, akik szeretik a halászlét. Rögtönzött véleménykutatást csináltam itt a rádióban. A héten, mikor bent jártam, akkor kérdeztem, hogy ki az, aki szereti, és hát bizony az igen fiatalka kolléganői mind azt mondták, hogy ők azt nem szeretik, azt az iszapízű ételt, és mondtam, hogy na igen, amikor annyi idős voltam, mint ti, akkor én se szerettem még a halászlevet. Valahogy én azt érzem, hogy ehhez meg kell érni, ehhez az ételhez. Meg hát alapvetően jó helyen kell kóstolni, és érdemes mind a két fő típusba, nagy fő típusba tartozó halászléből kóstolni, hogy aztán el tudjuk dönteni, hogy melyiket szeretjük igazán. És ez a kettő kibékíthetetlen ellentétben van egymással. Ugye? Az alapleves és a nem alapleves? A gajai az kevesebb halból dolgozik, a tiszai az pedig több halból dolgozik. Mármint több féléből? Többféle halból dolgozik. Aha. Mert ugye a tiszai az használ nagyon kis halakat, márna, keszek, kárás, törpeharcsa, balin, kompó, és bármilyen apró hal, ami horogra akad. Tehát ezt használja az alaplébe, a csontokon kívül. A bajai az igazán csak a dunai pontot használja. Ők is tesznek olykor bele egyébként apró halat, de nem ez a jellemző a bajai halászlére. Inkább, hogy tudod, hogy a bajai halászlék, ők gyorsan főzik a halat. Igen. Én pedig el tudok itt vetyengeni, általában 3-4 órán keresztül is, mire olyan lesz a állaga a csontnak, hogy lehet passzírozni. Mert ez a két dolog van, ezt nem is fejtettük ki még a rádió hallgatónak. Na, akkor fejtsük ugye, ki. Fejtsük ki. Tehát a bajai az ugye arról szól, hogy a bogrács aljában jól megtisztított, jól átmosott halat, meg besúzott halat, hagymával, nagyon kevés sóval, fűszerekkel már aki használ, bogrács aljára teszik, rá a hal szereteket, vagy egész halakat, és akkor fölengedik vízzel. Általában egyébként öreg vajai halászlé mesterek, azok még hagyják is legalább egy órá hosszát, vagy vízzel, vagy víz nélkül, hogy kicsit összeírnek ott alul az ízek, a halízek, és akkor utána fölengedik vízzel, és alapvetően elkezdik főzni, és főzögetik, és akkor a végén pedig ugye ráteszik a piros paprikát. Tehát azt mondják egyébként az öreg halászok, hogy annyira kell zubogtatni a halat, épp hogy csak ki ne ugorjanak belőle a halak. És akkor a végén pedig ugye a halakat kiemelik, az egész halak, vagy a halszeleteket, a lét magát kitálalják tányérokban, rá a gyufatészta, mert ugye a bajaiak használnak gyufatésztát, de most itt van a nagy harc, azt mondják a tiszaiak, hogy azért kell a gyufatészta, mert nincsen tartalma a halászlének, a bajainak. Tehát nem akarok így belemenni, mert igazat adni, én tiszaparti gyerek vagyok, de alapvetően imádom én a bajai halászlét. És nyilvánvaló, hogy ezen ezt csak csendben mondtad, csak nekem megsúgtad a fülembe, senki más nem hallotta, igen. Komolyan? Persze. Igen. Köszönöm a bajaiakat egyébként, meg majd kapok itt a tiszaiaktól rendesen. De egyébként becsülöm azt a halászlé főzést, meg azt is becsülöm, hogy annyira tisztelik a folyót, a halat, és ugye magát az ételt is. Ezt viszont nagyon-nagyon becsülöm bennük, megmondom őszintén. A tiszai az érdekes módon vannak technikák, hogy a sertés zsíron megpirítják egy kicsit a hagymát. Én megmondom őszintén, hogy én óvom a rádióhallgatókat attól, hogy ezt megtegyék. Az egy idegen zsíradék. De ott van a halnak a zsíradéka, elég az. Az a zsír, ami benne van, az pontosan elég arra, hogy a paprikát is fölvegye, és megadja a színét ennek az ételnek. Nagyon fontos, hogy próbáljunk egy kicsit, amikor beletesszük a paprikát, akkor vagy egy kis hideg vizet, hogy elterüljön rajta a zsír, és szépen szórjuk rá a paprikát, vagy vegyük le a tűzről, és hagyjuk egy kicsit, hogy a zsíradék följöjjön a bogrács tetejére, és akkor szépen szórjuk. Egy nagyon fontos dolog van még, amit nem mondtam. Na. A halfőzésnek megvan a sajátos bográcsa. Aha, igen, mert mindig ezzel szoktuk kezdeni, na akkor mesélj, igen, hogy... Igen, megvan a sajátos bográcsa, nem ez a fölülről alul szűkített, hanem pont fordítva, alul egy terjedelmes a bográsnak az zaj, és fölfelé szűkül.
ez a speciálisan ebbe lehet jó halászlét főzni. Másikba is lehet, de ebbe igazán, mert elterült a hal, főleg ugye bajajaknál ugye fontos ez, hogy a bogrács szépen az alját teleteszik, ugye csonttal is rá a húst, ugye a szelet húst, vagy az egész halakat, és akkor szépen föld, és akkor nagyon szépen meg tud főni. És akkor itt van még ugye a másik oldala, ugye, hogy sok halat lehet használni, bármilyen halat lehet használni, hogyha van ikra vagy tej, hát azt nem szabad kihagyni ebből az ételből, azt rá kell majd főzni. Ugye én megmondom őszintén, azt szoktam használni, hogy filézem a halat. Azt főzem a végén, miután lepasszíroztam az ételt. Visszai azt főzem legalább 4-5 óra hosszat. 4-5 óra hosszat? Igen, igen. Ja persze, hisz ugyanúgy, ahogy a húslevesnél ki kell, hogy a csontokból, a bőrből főjön, az a sok hasznos minden, ugye? Pontosan, hasznos minden. Meg olyan jó puha lesz a hús, hogy át lehessen passzírozni. Passzírozásban jól megfőzöm, annyira megfőzöm még a csontot is, vagy hát a nagy csontokat nyilván félredobom, de megpróbálom minél jobban átpasszírozni. De vannak olyanok egyébként, akik leszűrik a lét, utána lefejtik a húst, a csontokból kiszedik a húst, és turmixolják, és hozzáteszik a léhez. És kapnak egy ilyen jó tartalmas ételt. Van egy olyan halászléfajta, amit én nagyon-nagyon szeretek, de ritkán találom éttermek étlapján, ez pedig a korhely halászlé. Ugye finom. Ugye finom, ugye? Ugye finom, nagyon ugye, finom. Ugye? Azt melyikből? Ugyanaz egyébként, ugyanez tejfölet citrommal, kicsapanykáson. Lehet dunai módon, lehet tiszai módon. A lényeg az, hogy a végén a tejfölös kis pikás citromos savanykás íz meglegyen, mert ugye ezt általában ugye éjfél körül szokták szilveszterkor, amikor már helyre kell hozni a gyomrot.